Ezek a tűzi játékok akár már 100 forintért is megvásárolhatóak december 28-a és 31-e között az árusoknál. A pirotechnikai eszközöket három kategóriába sorolják, árban és felhasználásban is sok különbség van közöttük. A legkisebb az egyes kategória, ami gyakorlatilag ilyen kis játékos dolgokat jelent. Ezeket a tűzi játékokat 14 éves kortól lehet megvásárolni. A kettes kategória azok már egy kicsit nagyobb telepek, az 16 éves kortól lehet megvenni, és a hármas kategória azok meg már úgy ugye igazi nagy tűzijátékokat, az 18 éves kortól lehet vásárolni. Árban is nyilván ugyanígy változik a különbség közte, mert nagyobb hatóanyagtartalmamhoz nyilván egy nagyobb árkategória is tartozik. Ezek alapján a 100 forintos úgynevezett pillangóktól kezdve 30-40 ezer forintos tűzijátékokat is kínálnak az árusok. A biztonságos használatért fontos, hogy csak engedéllyel rendelkező forgalmazótól szerezzék be az eszközöket, valamint a használati utasítást minden esetben olvassák el a vevők. A fel nem használt vagy hibás termékeket az eladóknak kötelességük visszavenni. Január 6-áig az eladók kötelesek visszavenni. Minden árusító helyen ki kell, hogy legyen írva az a hely, mert nem feltétlenül ott veszik vissza, ahol megvásárolták. A rendőrség hivatalos tájékoztatása szerint a szabálysértőket akár nettó 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal is sújthatják, ha nem engedélyezett terméket, például petárdát használnak. De azok is számíthatnak büntetésre, akik az engedélyezett tűzijátékot nem a megengedett időpontban használják.